Sirota Jennifer is énekelt Nyírbogáton a Zene a Skell című bűnmegelőzési pályázat nyitó rendezvényén. Fellépésének célja az volt, hogy a gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek lássák, az előadó művészet kiváló lehetőséget biztosít nekik arra, hogy energiájukat ne rosszra, hanem alkotásra fordítsák. A nem mindennapi pályázatot a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke mutatta be, Hatala József kiemelte, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében Nyírbogát már a harmadik helyszín, ahol a programot megvalósítják. Minden lehetőséget fel kell használni ahhoz, hogy a felnövekvő ifjúság ne váljon bűncselekmény áldozattává, illetve ne váljon elkövetővé. És ennek mi egy nagyon fontos eszközének látjuk, a zene lehetőségeinek felhasználását. Nem kell különösebben magyarázni, hogy a zene a személyiségfejlesztő, jellemformáló, motiváló lehetőségeket biztosít, és ennek keretében a Legyen a más a szenvedélyed programunk egyik része a Legyen a sport, illetve Legyen a zene a szenvedélyed. Pályázatokat hirdettünk meg, és a pályázatok segítségével támogattuk a hátrányos helyzetben lévő gyermekeket. A következő hónapokban tánc és zeneórákon vesznek majd részt a Nyírbogáti intézmény lakói, akik hangszereket is kaptak. 4 gitár, 3 szintetizátor, kotta, állványok és dobfelszerelés, ezeket használhatják majd a gyerekek. A bűnmegelőzési programnak plusz hozadéka is van, erről már a megyei rendőrfőkapitány beszélt a rendezvényen. Ha csak az intézeti szökéseket nézzük, amikor önkényesen távol vannak, ahol nyilvánvalóan keressük, körözzük őket, és benne van a kockázati tényező, hogy akármi történhet, hiszen itt nem felejtsük el, gyakran 10 év alatti gyerekek is úgymond lelépnek az intézetből. Örömmel mondhatom, hogy 1/3-ára visszaesett a szökésben lévőknek a száma. Több olyan gyerek volt, aki nem szökött el, vagy akár vissza is érkezett olyan foglalkozásokra, ahol úgy érzi, hogy hasznosan tudta eltölteni az időt. A Nyírbogáti Gyermekvédelmi Intézményt a közelmúltban adták át, itt több lakóegységben élnek a gyermekek, összesen 40-en.